Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elsőként mondott köszöntőt. Az állami tűzoltóság több mint 150 évvel ezelőtt osztrák, német, illetve osztrák mintára jöhetett létre, jött létre itt Magyarországon is, az akkori Magyarországon, tehát a mai Kárpát-medencében, és ezek az egyesületek gombamód szaporodtak el az egész országban. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy bár a német minta, az osztrák minta meghatározó volt számunkra, mégis az osztrák-magyar monarchiának a magyar felén a tűzoltóság sokkal szélesebb körű volt és kiemelkedőbb jelentősége volt ennek a szervezetnek, hiszen az igazi civil szervezetek, a civil szervezeti forma Magyarországon akkor jött létre először, és mindezt a tűzoltóságnak köszönhette. Filóné Ferenc Cibolya, Bonyhád polgármestere beszédében kiemelte, hogy az önkormányzat továbbra is támogatni fogja a városban tevékenykedő tűzoltókat és civil szervezeteket. A mai tűzoltóknak, mindenkinek, hogy ugyanezt az összetartozást érzését, ezt a bajtársi érzést, ezt érezzék egymást iránt, hiszen önöknek egymással is szükségük van, és támogatniuk kell egymást, ha bajban, és számítaniuk kell egymásra, mint ahogy mi is számítunk önökre, amikor bajban vagyunk. Ez a közösségi érzés nagyon fontos, ez az összetartozás érzése. Kívánom, hogy még nagyon sokáig tartsa önöket jó egészségben és erőben. A rendezvényen beszédet mondott Miklós Roland, a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke is. Megköszönte mindazok tevékenységét, akik támogatták a szervezet működését és lehetőséget biztosítanak a jövő nemzedékének is. Az idén ünnepli a 150 éves jubileum évfordulóját, amelyet a Művelődési Házban zajlott az ünnepség, a Flórián nappal egybekötött, mert ugye május 4-e a Szent Flórián nap ünnepe, és ezzel kötöttük össze a 150 éves jubileumot is, mert tehát ugye az idén 150 éves az Egyesület is, és úgy gondoltuk, hogy ennél szebb napon nem lehet megünnepelni ezt az ünnepséget. Egyesületünk az 20-22 főből áll, ebben benne vannak a vonulósok, pártolótagok is. Igen, aktív van, veszünk részt a vonulásokban. Éves szinten több mint 80 vonulás van a hátunk mögött, amiben ugye minden a tűzesetek, közlekedési balesetek, állatmentések és még téves jelzések is benne vannak. És tavaly évben elnyertük az év tűzoltó egyesület díjat Magyarországon. Dr. Balázs Gábor dandártábornok, a Tolna vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója a régmúlt dicső nagyjait állította követendő példaként. Elmondta, Széchenyi hagyatékának méltó utódai a vármegyénk hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói. Természetesen ez a nap a legjobb alkalom arra, hogy azokat a kollégáinkat megünnepeljük, és példaképként állítsuk a személyállomány elé, akik valamennyivel többet tettek az átlagnál, jobban működtek az elmúlt esztendőkben. Ez így van minden évben, de azt sem szabad elfelejteni, hogy megemlékezünk ezen a napon azokról is, akik már nem lehetnek közöttünk, sokat tettek a Tolnavár megyei tűzoltóságokért, sokat tettek a települések biztonságáért, vagy éppen már nyugállományban vannak, és példaként szolgálnak előttünk aktív állomány előtt. Minden évben május 4-e Szent Flórián ünnepel, de ez a mai nap ez egy különleges nap, hiszen azon túlmenően, hogy a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és az összes együttműködő tűzoltósága ma ünnepli a Szent Flórián napot, ezen túlmenően Bonyhád szervezett tűzvédelmének is 150 éves évfordulója, hiszen 1874. április 1-ével alakult meg a Bonyhádi Tűzoltó Egylet, és azóta is töretlen a működése. Én azt gondolom, hogy Tolnavár megyében a hivatásos szervek mellett működő önkormányzati tűzoltóságok, létesítményi tűzoltóságok, önkéntes tűzoltó egyesületek azok, akik, illetve még az önkéntes mentőszervezetek, akik így együtt biztosítják a lakosság védelmét, garantálják az életmegóvását, illetve az anyagi javainak az oltalmazását, és ez nem öncélú, hogy csak hivatásos, reguláris szervezet, hanem igenis kiegészülve azokkal az emberekkel, akik a családjuktól a szabadidőt ellopva, elcsenve, esetleg a zseppénzükhöz hozzányúlva együttműködnek azért, hogy biztonságosan élhessenek mások, biztonságosan hagyhassák le a fejük éjszaka. Kiemelkedő az a munka, amit a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
de az összes Tolnavár megyei tűzoltó egyesület véghez visz, hiszen azokkal a támogatásokkal, amelyek központi forrásból, technikai eszközök fejlesztésén keresztül, oktatáson keresztül valósulnak meg, azokat helyben tudják hasznosítani, és ezáltal járulnak hozzá a biztonsági szint emeléséhez.